a Házasság hete program sorozattal kapcsolatban Földesi Tamás lelkipásztort kérdeztük. 20 évvel ezelőtt indult Angliából a Házasság hete sorozat, amely igyekezett a házasság fontosságát újra az emberek elé állítani, és időpontilag a, a Valentin naphoz, a szerelmesek napjához igazodóan Ebben a hétben szerveztek programokat, amit aztán Magyarország tíz évvel ezelőtt átvett, és magyar egyházak, szervezetek is elkezdték ezt a programot megvalósítani hazánkban. Amennyire én tudom, főleg egyházi szervezetek, gyülekezetek hangsúlyozták és álltak ebbe bele, hiszen számukra nagyon fontos a házasság, és úgy gondoljuk tényleg, hogy egy Istentől szerzett intézmény. És jó házasságban élni, és a jó családok, házasságok alkotják a társadalmat. Mi úgy kapcsolódtunk ebbe bele, hogy már több éven keresztül mindig az Érci Baptista Gyülekezet rendezvényehez csatlakoztunk, amikor kaptunk megkívástől, akkor szeretettel elmentünk. És ahogyan a város közössége tudomás szerezhetett róla, imaházunk elkészült, tavaly októberben átadtuk és most már saját helyünk van ahhoz, hogy mi is önálló jogon ilyen programokat bonyolítsunk le, és ezért gondoltunk arra, hogy idén megszervezzük mi is itt a gyülekezetünkben. Mint lelkész szeretném majd megkérdezni, hogy mit gondol a házasság mai állapotáról, hogy most 2018-ban ez miért fontos téma, de előtte még egy kicsit beszéljünk arról, hogy ez nem egy Kimondottan vallási témájú alkalom lesz, ugye? Ha jól látom, itt egy vacsoráról van szó. Igen. Tehát ugye a, a házasság az egy kapcsolat. Egy egy férfi és egy nő között, ami egy elkötelezettségen alapul, és mint minden kapcsolat működik valamitől, e, nyilvánvaló, hogy a nem vallásos embereknek is van lehet jó házasságuk, akkor, hogyha a kapcsolat működéséhez szükséges, Feltételeket, szempontokat figyelembe veszik. És azért szerveztük ezt egy ilyen vacsora keretében, hiszen jó dolog, hogyha a férj és a feleség időnként kettesben. Egy kicsit többen, mint kettesben, de le tudnak ülni, ülni, vacsorázni, van egy privát idejük, van egy intim idejük, amikor mondjuk a feleségnek nem azzal kell foglalkoznia, hogy majd utána el kell mosogatnom, és a többi, hanem azt az időt, minőségi időt a férjemmel, a házastársammal tudom tölteni és fordítva a férje feleségével. Tehát azért gondoltuk ezt egy vacsora keretében, hogy hogy fölhívjuk arra a figyelmet, hogy mennyire fontos, hogy, hogy minőségi időt töltsünk a házastársunkkal. Akkor, mint lelkész, kérem, hogy válaszoljon arra a kérdésre, ami engem eléggé meglepett. Nem régen gondoltam végig így az ismerőseimet, és kiderült, hogy a, hogy a, vallásos hívő keresztények között is nagyon sok a vállás. A világban meg tudjuk, hogy mostanában már összesen házasodnak. Hogy hogy, hogy értékeli most ezt a dolgot? Nyilvánvalóan, hogy, hogy a házasság intézménye nagyon nagy kihívásokat él meg világszerte, tehát ez egy világjelenség. Ebbe nagyon sok folyamat közre játszik. Az talán a legsajnálatosabb tényleg ebben, hogy mondjuk magukat keresztényeknek vagy hívőknek mondott emberek házasságaik sem működnek, vagy esetleg zátonyra futnak. Hogy, hogy néhány okot említsek, hogy szerintem miért nem működnek ezek a dolgok manapság annyira. Nyilvánvaló, hogy van egy olyan oka, hogy én szerintem az ördög támadja a házasságot. Tehát ahogyan Isten munkálkodik, a Jón, azon, hogy egyben tartson embereket, hogy hűség legyen a szívekben, hogy ne az önzés, hanem az önzetlenség, az áldozatkészség nyerjen teret az egymással való kapcsolatainkban. Ugyanúgy sátán munkálkodik azon, hogy szétverjen minden kapcsolatot. Az ördög azon munkálkodik, hogy lehetőleg minden kapcsolatot megtörjön. Ugye elsőként sikerült ember és Isten kapcsolatát megtörni, és utána gyakorlatilag minden ilyen más kapcsolatokat igyekszik összezúzni. Ez egy, mondjuk ez egy ilyen szellemi ok, amit lehet, hogy az emberek nem annyira vesznek észre, vagy, de a Biblia alapján ezt, ezt nyilvánvalóan láthatjuk. A másik ö, ok, hogy, hogy az emberek az, ö, a hosszú elkötelezettségektől ö, manapság félnek. Ez mondjuk oka lehet annak, hogy nem kötnek házasságot. Tehát a mai fiatalságban amikor már a diplomaszerzés kitolódik, a tanulmányok kitolódnak, aki mondjuk 30 előtt házasodik már, vagy 30 körül nem is tűnik úgy, hogy későn házasodna, tehát jó, egy évtizeddel későbbre tolódtak a házasság kötések egyébként is. Sokkal inkább kialakul az az életmód, hogy, hogy önállóan élek, szabad vagyok, nem kell alkalmazkodnom senkihez, és e, ilyen értelemben e, talán egy megkötöttséget jelent sokaknak az egyébként is csak papírnak tartott házasságkötés. És a hosszú távú, értem ez alatt holtomiglan, holtadiglan e, tartó kapcsolat megrémiszti vagy megijeszti a fiatalokat. Egy teljesen más korszellem van most, amit sugal ez a világ, hogy mindenben addig legyél benne, ameddig jól esik. És az nyilvánvaló dolog, hogy a házasságban, vannak nehezebb periódusok, vannak ö, ö, olyan dolgok, amikor magamat háttérbe kell szorítanom a másikért, és hogyha ezek a dolgok nem működnek az emberek között, akkor nyilvánvaló, hogy, hogy a nehezebb időszakokban könnyebb megfutamodni. Ö, az, hogy hívők között ö, miért ö, történik ez, egy, egy nyilván valahol egy, egy rejtély, mert, mert hogyha ha betartanák a hívő hívőpárok azt, amit a Biblia ír rendelkezés, rendelkezésre a házasságról, azokat a rendelkezéseket, akkor, akkor, ennek működnie kell. Mert, mert, mert Isten úgy alkotta meg a, a házasságot, benne a házasfeleket, és adott ehhez tanácsokat, használati utasítást, hogy profán kifejezéssel éljek. Ha azokra egy hívő rátámaszkodik, akkor azok működnek, mert Isten garanciát vállal az ő igényére. Azt tudom elképzelni, hogy vagy egyik, vagy másik házas fél bizonyos igei részeket nem gyakorol, vagy nem tudja átültetni ezeket a gyakorlatba, és sérülnek azok a bibliai elvek, amiket Isten a házasságra alkotott, és ebből fakadhat, hogy aztán a kapcsolat tényleg akár meghidegülés, és aztán megromlás, azt végén szakításban végződik. Nagyon jó lenne el valami szép pozitív befejezése lenne ennek a riportnak, és nem ebben maradnánk, hogy hányan válnak el. Próbáljuk meg azzal, hogy megoszt egy olyan jó tanácsot, amit hívők, nem hívők egyaránt tudnak alkalmazni, ami mondjuk valami isteni elf. Igen, a, P a Prédikátor könyvében van egy szakasz arról, amit egyébként esküvői vagy mennyegzői meghívókra is szoktunk írni, hogy jobb kettőnek, mint az egynek. És, és nyilvánvalóan ez így van, mert Isten igéje írja, hogy ez így van, sőt már a bibliai lapjain az van ideírva, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, Isten szerez segítő társat, hozzáillőt. Én azt tudom pozitív dolgokként említeni, hogy ha már a társ keresés, választás időszakában egy hívő ember jár az Úrral, és figyel arra, hogy, hogy kit jelölt neki az úr házastársául, kivel közse össze az életét, akkor már a választáskor lehet egy bizonyosságom arról, hogy a megfelelő személlyel házasodtam. És ilyen, ilyen értelemben a, a startvonalnál, az indulásnál, már, már lehet az embernek egy pozitív hite és reménysége. Visszatérve a prédikátori igében, nagyon érdekes csavar van ott megfogalmazva, mert ugye úgy indul, hogy jobb kettőnek, mint egynek, és aztán azzal zárja a prédikátor egyébként Salamon, aki a legbölcsebb ember volt, aki élt a Földön, hogy, hogy a hármas kötél nem hamar szakad el. És hát eddig kettő szeméről beszéltünk, mi lehet ez a hármas kötél. Nyilvánvaló, hogy Jézus Krisztus jelenléte a, a házasságban, ami úgy valósul meg, hogy hogy a, a férj is személyes kapcsolatot ápol Jézus Krisztussal, a feleség is személyes kapcsolatot ápol Jézus Krisztussal, és ilyen értelemben nem csak a, a, a szerelem, vagy mondjuk a, az érzelmek, heves érzelmek mondjuk az elején kötik össze az embereket, vagy, vagy nagyon sokszor a szexualitás, ami, ami azért egy, egy nagyon erős erő ebben a világban, nem ezekre épül a házasság alapvetően, hanem Istenre, Jézus Krisztusban való hitre, és az ő jelenlétében a házasságban. És erre mondja azt a prédikátor hogy ez egy hármas kötél. egybe van fonva a férje, a feleség, és Isten és Jézus Krisztus ebben a házasságban. Úgy gondolom, hogy két meghatározó ismeretsége van az embernek ezen a földön, a legalapvetőbb. Az egyik az Jézus Krisztusra való találkozás, az ő benne való hit ő hozzávaló megtérés, és a második legfontosabb, ami a földi életünket meghatározza, a házastársunkkal való kapcsolat. És ezért nagyon fontos, hogy, hogy újra fókuszba állítsuk azt, hogy a házasság lehet jó, lehet egy kitejesedő kapcsolat, amelyben mind a két fél jól érzi magát, és kitejesíti a másik életét, és hiszük, hogy ez a program, ez a vacsora, az előadás, ami elhangzik, ez hozzá fog járulni ahhoz, hogy ez így történjen.